Erőt egészséget, kedves bajtársak! Itt a Gabel Game Channel, a Abtörőmester szolgálatra jelentkezem, és a mai napon a Fatal Zone nevezetű játéknak a demóját fogjuk kipróbálni, ami egy hamarosan megjelenő játék, ilyen akció roguelite. Ugye rengeteg lövöldözés, hentelés, zombikat kell aprítani, úgyhogy van itt minden. Ugye, ha hasonlítani kéne, akkor a Hells of Tournament-hez tudnám hasonlítani. Meglátjuk, hogy milyen maga a játék. Úgyhogy mondhatni, hogy egy ilyen zombi apokalipszisbe csöppenünk bele, hogy gyűjtögetni kell egyéb nyersanyagokat, hogy túl kell élni dolgokat, és utána pedig ugye a bázisunkat fejleszteni, és utána újra visszamenni a kis emberkénkkel, zsoldosokat, tehát van itt azért level up-olás és minden egyéb dolog, és úgy így leszünk úgymond egyre erősebbek és jobbak. Úgyhogy ennek ugye van egy demo verziója, ugye teljes mértékben ingyenesen ki tudjátok próbálni, ugye ez a Fatal Zone Outbreak néven fogjátok megtalálni, ugye magyar nyelvet egyelőre nem támogat a játék, de elég sok nyelvet amúgy igen. Ugye ennek a demónak a megjelenés az 2023. szeptember 25, a maga a játék pedig ugye az hamarosan érkezik, ugye pontos dátum még egyelőre nincs. Gépigény tekintve quad-core 2,3 GHz, ugye ez a minimum, 4 giga RAM, és 1 gigás videókártyát igényel a játék, és 2 giga szabad helyet, tehát nem egy nagy őrült gépigényű, és lehet, hogy majd az ára se lesz annyira őrülten sok. Úgyhogy megnézzük, hogy milyen is maga ez a játék. Engem azért az ilyenek általában tudjátok szoktak érdekelni, amikor egy munka után egy picit leülsz, és akkor tudsz úgymond csilleskedni. Úgyhogy indítsunk el, nézzük meg, hogy milyen is maga a game, és akkor utána majd meglátjuk, hogy mennyire tetszik, vagy éppen nem. Videót is kapunk. Jaj, de szépek vagytok. Or? Ahhoz képest, hogy ilyen kis rajzolt volt, az eléggé kis izgalmasnak, meg jól bemutatta szerintem a játékot. Ajaj. Már kezdünk is. A célzást azt nem én irányítom, ahogy nézem. Nem tudom, hogy ez majd később tudok én célozni, vagy... Aha, tehát itt szedjük ugyanúgy az XP-t. A hőszottóra meg, hogy írja a... dolgokat. Nem tudom, ezt lehet meg kell nézni, hogy egy automatikus célzás. Aha, SMG level 2. Ha és itt írja amúgy, hogy miket kapunk. A regeneráció, aha. Van ilyen evolution cucc. Hogyha ezt kombináljuk. Oké. Ez azért nem olyan rossz. Hogy van ilyen cucc. Próbáljuk meg ezt. Jajjaj. Jaj. Tehát itt nem nagyon tudunk állítgatni. Tehát kellene hozzá ez a quick hand. Írja, hogy miből mi az. Ah, jó.
Probléma csak az, hogy egyre többen vannak. Próbáltam volna menüt nézni. A grafika szerintem a stílushoz illik. Tehát így... ez viszont annyira nem. Nem én tudok célozni, mert most ugye folyamatosan csak oda lőnék. Ott jön a nagy darab, haló? Erre én nem voltam felkészülve. Ah, itt vannak a... Jó, ez így nem jó. Hamar halunk, haló? Valamit fölvettünk. Ezt hogy nyírod ki azt a nagyot ilyenkor? Oké, jó, hát egy... Szeretnék gyűjteni, persze. Hogy ne szeretnék gyűjteni, tehát hogy ezzel nincs gond. Amíg semmit nem sebeztem rá, haló. De ki fognak minket nyírni. Jó, hogyha kinyírom a nagy darabot. Ajaj, ez probléma. Jó, hát ez mi gyengék vagyunk, és ez fáj. Mi az, hogy jött még egy? Anya, ez a játék, ez nem szeret minket. Grenade Launcher, adjad ide! Úgy, na ez már aprép, ez jó lesz, ez jó lesz. Ezen látszik, hogy ez... Ez már csinál valamit. Mi az, hogy 10-9? Haló? Miért számolunk vissza? 5, 4, 3. Ez mit jelent? De hogy vége van a raidnek. Aha. Itt meg mennyit töltünk meg? Aha. Oké. Spare. Veterán. Jó. Ezt már megszüntetjük. Úgy tudjátok, hogy ez nem a kedvencem. Itt tudunk nevet változtatni és egyéb dolgokat. Ha. De viszont azt nem tudom beállítani, hogy ne ülőjön, hanem hogy én. Lehet, hogy ez majd a teljes játékban lesz, ugye ez még mindig csak egy demo. És ugye itt vannak a különböző féle helyek. És itt ugye írja, hogy mik azok, amiket tudunk csinálni. Aha. Quick hand. 750 zombit meg kell ölnünk. Nincs a bácsinak keze. Hello? Ó, tudnánk upgrade-elni kell, leves kell level 2-re. Aha. Demo. Nem elérhető. Hú, gyerekek, ez a játék, ez nem lesz rossz, az biztos. Azt nézzétek, mennyi mindenféle cucc van itt. Ezek se elérhetőek. Á, pedig milyen jó lenne. Na, tudunk új embert hívni a csapatba. Van itt ilyen, hogy Sebastian, az ilyen lándzsás. Aha. És te mivel vagy jobb, mint a másik? Mi ez a fertőzöttség? Nem, csinálunk ilyet.
Igen. Noob! Oké, okay. Noobok vagyunk. Há. De elányomtam, hogy upgrade. Ja, hogy itt ír is, hogy hármas. Akkor ezzel több mindent látunk. Meg itt tudunk még rekrutálni embereket. Jó. Aha, nincs elég nyersanyag, hogy ezt fejlesszük. Oké, okay, mondjuk ezt nem értem, hogy miért van neki 7-20, de biztos lehet majd ezeket valahogy. Aha, itt van a pénzünk, meg az egyéb dolgaink. Refresh, nothing coins. Aha. Jó. Menjünk még egy kört szerintem. Ezért mégis jobban átlássuk a játékot. Hogy ez hogyan is működik. Most nem tudom, még csávóval jöttem amúgy. Ez is az újjal jöttünk, vagy az előző valaki? Volt. Nem, ez az új. Aha. Ez nem volt rossz amúgy. Opa. Igen, tehát hogy ez... Ha ő híleli is magát amúgy. Extra defense guy. Próbáljuk meg. A szíl volt, itt a pénz. Igen, mondjuk ez elég érdekes, tehát hogy a nyersanyagot is gyűjtögetni kell. Plusz figyelj az XP-re is, hogy azért abból is kellő mennyiségűt szedjél össze. Ja, hogy így megyünk most ki, aha. Move moment speed. Ez már viszont skillnek számít. Most az a kérdés, hogy ez fog változni. Ott írja, hogy mikor jön a következő helikopter, aha. Tehát, hogy maradhatunk tovább? Ez micsoda? Ó, ez húzza össze az XP-ket, aha. Big Hurt? Nem. Ott az epic cucc. Na nézzük csak, mit adsz? Az SMG-t fejlesztette. Ez amúgy nem olyan rossz ez a grenade launcher-es cucc. És ezért az adja.
Plusz, plusz. Úgyhogy gondolom azt előbb föl kell oldjuk, ahogy így értem a játék lényegét eddig. A lövések viszont nagyon randomok, tehát nem tudom irányítani, hogy merre lőjön. Hát amerre ő éppen... Ó, itt egy másik. Adjál neki! Hát aránylag elég jól osztjuk rá az áldást. Adjad ide a lényeget! Az SMG-t fejlesztettük most is. Nem tudom, mi történik, hogyha kihúzzuk hullosra. Sokan vagytok, haló. Jönnek itt a földön csúszómászó. Hát én döntöm el amúgy, mikor megyek ki a pályára. Hoppá! Mikor megyek ki a pályáról. Úgymond. Az automata célzás annyira nem tetszik. Oké. Okay. És meg kell találni a best taktikát. Hopp, most kapjuk az XP-t, kapjuk. Jöhet a movement speed. Még csak most fejlesztjük amúgy. Ezek már ötös közbe. Ez meg itt ad mindenre is. Kettő perc múlva érkezik a helikopter. Kik ezek? Jó. Oké, ez a nem ér kategória. Micsoda, azt nézd! Na most gyertek, na most! Egy személyes játéknak szerintem nagyon jó, gyerekek. Tehát így azért tetszik, tehát a házatúra mellette is elég sokat játszottunk. Ez tetszik amúgy. Jó, meg jól ki van találva szerintem. Big Hurt, ugye ez növeli a HP-nkat. Legyen ez. Most már kettőt dobál. Ó, egyre keményebbek, szerintem ki kéne menni. Na fájni fog amúgy, úgy néz ki, ez fájni fog. Ha maradunk. Hopp, egy kis HP, szuper. Menj innen! Ouch, te is menj innen! Ezért amikor azt a izét fölvettem, nem láttam ezt a nagy darab valami. Ez probléma, sokan vagytok és gyorsak. 19 szek múlva jön a... Hát azért ezt még fölvesszük. Van, azt fejlesztette. Az SMG-re tudunk egyet tenni. 8... 6... Jó, szégyen a futás.
de menjünk innen. Ez már gyengék vagyunk. Hol van az a helipad? Kösz. Ez amúgy jó elgondolás, ez tetszik amúgy ez, hogy így te döntöd el, hogy mikor mész ki a pályáról, és utána visszamész a bázisra, és hogyha úgy gondolod, akkor meg van elég cuccod, akkor fejlesztesz. Ez egy nagyon... Quick Hands. Aha. Show Grenade. Long Arm. Szerintem ez lesz a... Pickup Range. Aha. Workshop level 2 kell, hogy ezeket tudjuk fejleszteni, de ugye nem tudjuk fejleszteni, mert... Á, nyíltak meg cuccok. Aha. Tehát ugye őket kezelni is kell. Oké. Okay. Van heal, meg ilyen reload speed. Uh-huh. És ő? Ő neki nincs. Ő 14 perc. Oké. Okay. A kezelés, és ez 7 perc. Uh-huh. Ennek 3 perc a kezelés. Aha, szóval ezért kell több mindenkit fölvenni. Aha, 11 föl van oldva. Ez nagyon tetszik. Eddig ez tetszik. Nem rossz eddig. Max, ő viszont 10 éve csápol Spear-re. Bemegyünk egy ilyen kis hadonászós gyerekkel? Aha, mindegyiknek más-más a statja. Jó, legyél te most, kis barátom. Á, és akkor itt tudjuk, hogy... Oké. Okay. Ezt is tudnánk úgy fejleszteni. Meg a workshopot is. Ah, és akkor itt viszont tudjuk a fegyvert fejleszteni, vagy pedig a... az armort. És akkor neki is külön? Aha, neki is külön. Szerintem... Teljesen rendben van a játék. Most ugye ezt így, hogy játszok ezt a demót, srácok, szerintem teljesen rendben van a játék. Aha. Mi? Hát te baromi lassú vagy, haló? Na mondjuk cserébe megöl vagy százat. Ott is van. Ah. Ha ennek a szív kéne viszont, akkor a spear-t fejlesztjük. Ja, most előre hátra szúr. Aha. Ez a fiatal ember eddig szimpatikusabb. Pedig Willim Weapon-ös. És akkor ezzel megvan az Evo. Elvileg. Hát ez nagyon jó volt. Na, eddig volt szimpatikus. Kb. Még most rám nem rohantak. Most már nem szimpatikus. De ez amúgy micsoda? HP-t, aha. HP-t regenerál. Hmm.
ez nagyon nem jó. Baromi közel kell hozzájuk maradni ahhoz, hogy valamit is elérjünk. Ez nem jó. Az elején tetszett amúgy, hogy ilyen erőseket szúr, de nem hiszem, hogy túl tudjuk élni a következő körig. És mi van akkor, hogyha vajon meghal egy emberünk? Tehát, hogy az örökre rip, vagy azt vissza tudjuk hílelni. Csak azért, mert szerintem most még fölösleges. Bakker, el is ment a helikopter. Sok gránát. Ez jöhet. Aha. Majdnem olyan sűrűn lő. Oké. Nem adott semmit. Miért nem adott semmit? Long arms. Lehet, hogy ki kéne próbálni ezt is. Hogy mennyire long az az arms. Jó, jó. Bakker. Mondjuk annyiban jó, hogyha menekülök és jönnek utánam, hogy kapják. Nagyon nem. Nem adja. Ennél mondjuk lehet, hogy az ilyen rádiusz növel is nem olyan rossz. Ez rám fut. Regrinét. Uh-huh. Ez is egy plusz. Ó, bakker. Jó, ez a frag grenade, ez nem olyan rossz amúgy. Hogyha pont jól nyomja. Perc a kijutásig. Nem biztos, hogy ezt túléljük amúgy ezzel a karakterrel.
Na ez most adott legalább egy láda. Csak gránátot fel tudtuk fejleszteni, meg jöhet akkor ez is. 34 szek. Nem rossz amúgy. Ez is tetszik. Az ilyenek azért szoktak tetszeni nekem, úgyhogy... Ezek ilyen kis chilles játékok, ezeket csipázom. Ouch! Ez fáj! 3. 100%-kal megnöveli, az komoly. Jó, messze van amúgy a heliped, aló! Hagyjatok békén! Ki akarok menni? Segítség! Bántanak! Vigyetek haza, mama! Az akarok menni! Várjatok meg! Ne hagyjatok itt! Oké. Na ja. Nem mondom, hogy rossz, de azért nem is a legjobb. De amúgy nem, tehát én szerintem nem rossz a játék. Tehát, hogy ez demo verzióban ez viszont nem lesz elérhető. Ó, gym, regeneráció. Ah, de ez kell skill pont. Vagy mi? Mink nincs. Nincs elég nyers anyag. Valami hiányzik. Mi nincs? A hármas hákú az megvan. Vagy nincs meg? Mert pedig ez szerintem hármas. Ah, nem is lehet tovább fejleszteni. Várjunk, mi nincs meg? Tehát ez biztos, hogy megvan, ez is megvan. Kaja, oké. Okay. Bocsánat. Jó, szerintem srácok nem rossz a játék, tehát hogy teljes mértékben játszható. Úgy látjátok, tehát itt lehet szépen gyógyítgatni az embereket, ahhoz ez meg is gyógyult. Lehet itt fejleszteni neki a fegyvert, hogy már alapból kettessel menjen be, meg úgy jobb armorral, csak ugye ezt is fejleszteni kell tovább ahhoz, hogy minél jobb és jobbak legyünk. Szerintem hangulatos ez a kis orvosi szoba, meg egyéb dolgok. Tehát gondolom ezt is lehet fejleszteni, akkor minél gyorsabban. A level 1-2 percnél 30 sek, aha. És itt hogy hány méterre lesz tőlünk. Aha. Jó. Nekem tetszik amúgy, tehát hogy teljes mértékben szerintem játszható már akár most is a játék. Ki lehet próbálni, hogy persze vannak benne korlátok, de tényleg azt, hogy megnézzétek, hogy nektek mennyire tetszik. Szerintem teljesen élvezhető ez a kis demo, meg elég hangulatos is, úgyhogy mindenképpen várjuk a megjelenést. Aztán köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes napot, jók legyetek, és várok vissza benneteket legközelebb is. Halljali, sziasztok!